Bodrog-Keresztúr község önkormányzata ünnepséget tartott az államalapító Szent István király, az alkotmány és az új kenyér tiszteletére. Az ünnepi műsor közreműködője Kriston Milán volt, a Miskolci Nemzeti Színház színésze. Előadásában nemzeti érzelmű hazafias dalokat hallhatott a közönség, valamint József Attila Thomas Mann üdvözlése című költeményét szavalta el. A ritka percek sem szolgját, most együtt bontsuk fel. A számlát úgysem beszíthetjük el, most mégis rejtsük el. S mint szelíd kéz a lázas gyermek fordul munkán, vagy rossz álom, mely felélesztés oda bújsz hozzám. Olyan jó, de mond, hány perc az ünnep. Ezután Rozgonyi István Bodrog-Keresztúr község polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy Magyarországon soha nem volt könnyű élni, hiszen mindig középen helyezkedtünk el kelet és nyugat közt. Hol a kelet, hol a nyugat rontott ránk, ugyanis több mint 1000 éve fel akarják számolni a magyarok szabadságát, előzni a magyarokat, továbbá kiirtani a nemzeti öntudatot. Azonban ezek a veszélyes erők eltűntek a történelem süllyesztőjében, viszont mi magyarok ma is itt vagyunk és ünnepeljük immár több mint 1000 éve nemzetünk Magyarország születésnapját. A polgármester kiemelte, hogy ennyi idő alatt nemzetek emelkedtek fel, vagy buktak és pusztultak el. Azonban mi magyarok mindig álljuk a sarat a történelem útvesztőiben. Rozgonyi István alátámasztotta, hogy ez Szent István királynak köszönhető, aki egyházi támogatásával szilárd, erős, évszázadokon átnyúló alapokra helyezte a magyar állam működését. A község első embere szólt arról is, hogy az egykori királyunk szabad, erős, független, gyarapodó nemzetet hozott létre, ugyanis amikor elbukunk és felállunk, mi akkor is újra kezdjük. A település vezető beszéde után Zöldi Bernadett, a Bodrog-Keresztúri Faluház intézmény vezetője felkérte a történelmi egyházak képviselőit, hogy áldják és szenteljék meg a nemzeti színű szallaggal átkötött új kenyeret. A kérést követve egyesével imát mondott Mihalik Szűcs Edina református lelkészasszony, Kertész Ferenc római katolikus plébános, valamint dr. Dobos András, a görögkatolikus papnevelő intézet rektora, majd megáldották és megszentelték a tápláló étket. Ezután a polgármester Zöldi Bernadett segítségével felvágta az új kenyeret, majd a vendégek megkóstolták a frissen készült ételt. Ezt követően ismét Kriston Milán előadása következett, aki ünnepi záró műsorszámként Máté Péter, ez itt az Én hazám című dalával készült. Útját járom én, a gyárat súlyát hordom én, bárki vessen követ. Bodrog-Keresztúr község önkormányzata azt reméli, hogy jövőre is sikerül felköszönteni a magyar állam több mint 1000 éves fennállását, amelyet nemzeti hangvételű előadásokkal tudnak majd ékesíteni.